Mondja. OG fam. OG. 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 Oh yeah. OG. That's right. OG. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggel, kellemes délvét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg. Gyerekek, újabb nap és újabb videó. Ugye megígértem, hogy Supermarket Challenge-el folytatjuk, és nem is hazudtam elemben. Előtte van egy nagyon-nagyon jó hírem, dobpörgést kérek. Sponzorom van, tápkiegészítőről beszélünk. Ugye, mint tudjátok, sajnos az előző tápkiegészítő szponzorommal megszűnt a támogatási szerződés, de nem szomorkodunk, ugyanis új cég van láthatáron, OG fam, nem más, mint a Genius Nutrition, és meg is küldték az első csomagukat. Lássuk, hogy mi van benne. Ez egy feltörekvő új brand, azt kell róla tudni, és hát van Genius Nutrition Hungary, Genius Nutrition Románia, és egész Európai Unióból lehet rendelni, valamint elég fontos, hogy lesz nekem is egy ilyen kódom, amit ha beírtok, akkor nem tudom mi lesz, de ide beírom a kódot, és kibontjuk ezt a dobozt, majd megnézem a szerződést, és el tudom mondani, hogy hány százalékot fogtok kapni, hogyha utánam rendeltek, vagy ilyesmi. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele a csomagolásba! Genius Nutrition, nagyon szépen köszönöm! Geniusnutrition.hu, menj át most! Na gyerekek, akkor üssünk is bele egy kést, egy lökést a dobozba, lássuk, hogy mi van benne. Hát én elég izgatott vagyok. Mondjuk azért tudom, hogy mit kértem, de azért nagyjából tudom, hogy mit kéne legyen benne, de azért izgulok egy picikét csak. Én. Bum, na és akkor meg is lenne. Mivel kezdjük? Gyerekek, sapkák továbbra is elérhetőek. Írjatok Facebookon, vagy Instagramon, akit érdekel. Még egyszer mondom, Atlanti sapka, jó minőségű, de nézzétek csak! Hú, már is egy Genius Nutrition sapkával lettem gazdagabb, egész jó. Még az OG sapkának is elmenne, mert egy nagy G betű. Tehát Genius. Genius Nutrition. Egy kesztyű. Fury. Fury. A Fury az kérlek szépen az egy ilyen edzés előtti pompáló. Egy shaker! Genius Nutrition! Shake! Egy doboz AAKG. Egy edzés előtti. Ez egy AAKG, egy edzés előtti cucc. Ez is ilyen jó kis pompáló. Zsírégető. Az izmok újraépülésére, regenerálódására szolgál. Egy kis protein, egy kis fehérje, ugyancsak az izmoknak van. Az izomregenerálódás, izomfejlesztés, izomfejlődésért. Hú, gyerekek! Egy elit pak, gyerekek, ez multivitamin, aki nem tudná,
Hát ez eléggé nagy szükség van rá, higgyétek el nekem, mivel hogy hát a vitamin az mindig szükséges a szervezetedbe. Na még mi lehet ebbe a dobozba? Hát ez sose fogy ki, gyerekek, hát én esküszöm, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent kaptam. Itt van még egy flex, ez ugye az ízületekre van, ugyanaz, mint régebben a joint ment, amit a többi cégtől szedtem, de hát az ízületekbe, a csontok, a csuklóba, a térbe, a könyökbe, meg stb. Található egy ilyen kis zseli, amin effektív mozognak a csontok, és a flex ezt pótolja, valamint védi. És akkor még egy termék van a dobozba, mi lehet az? Pum, egy lipó zsírégető. Gyerekek, fontos, hogy nem szoktam egész évben zsírégetőt szedni, mert ugye nem vagyok azért egy olyan nagy kis cumós, hogy mondják ezeknek, nem vagyok kövér annyira, de viszont általában ugye tél után mindig rám jön 1-2-3 kiló, és akkor így tél elején, tavasz elején szoktam használni egy kis zsírégetőt, ugye, de azt kell tudni, hogy ezek a zsírégetők és a csodaszerek, ez nem úgy működik, hogy csak beszeded és lefogysz, hanem ugye ezzel is kell elég komolyan, keményen edzeni. Tehát csak a munka mellett van hatása a zsírégetőnek is. És akkor még egy pár dolog itt van, ugye egy pár karkötő. Kaptam egy pár karkötőt. Itt van a szerződésem, ezt mindjárt elolvasom, de megnézzük, hogy a kódot, gyerekek. Amint mondtam, megnézem, karszalagó, karkötő. És akkor kaptam meg egy pár pólót. Ezeket is majd megmutatom, de most kilövöm a kamerát és jövök vissza egy pillanat. Na gyerekek, fel is tettem egy karkötőt. Megnéztem közben a szerződést. Tehát, hogy átmentek a geniusnutrition.hu-ra, és ott akartok rendelni, beírjátok azt a kódot, hogy ide most beírom Orbán 12, és 12%-os kedvezményt fogtok kapni. Valamint azt kell tudni, hogy ha jól olvastam a szájton, akkor egész Európa területéről lehet rendelni, és meg fogjátok kapni. De még gyorsan ezeket a pólókat azért megmutatom nektek. Ez egy jó kis majó. Az a kis rövidújú. És még egy jó kis majó. Gyerekek, ennyi lett volna az unboxingja a videónak, vagy a doboznak az unboxingja. Most szépen összekapom magam, és megyünk Supermarket Challenge-elni. Benne vagytok? Boom! Bringa benn van. Na, megígértem, hogy megyünk Supermarket Challenge-re, és ez nem lesz most sem másképp. De hát most el fogom tartani magam ehhez a dologhoz. Hogyha még nem tudjátok, mi az a Supermarket Challenge, az az, amikor a bringával bemegyek egy szupermarketba, és egyet bringázom. Sokan megkérdezték már, hogy ennek mi az értelme. Az az értelme, gyerekek, hogy meg szeretném mutatni, hogy az a bicikli nem eszik, nem harap, nem csíp, nem lop, nem tör össze semmit, és nyugodtan be lehet engedni bárhol a bringát, már sokszor előfordult az, hogy fellépésem volt mondjuk egy színházba, egy kultúrházba, egy szupermarketba, de simán még volt olyan is, hogy hotelba is megszólítottak, hogy nem vihetem a bringát. Úgy csinálnak, mint az a bringa, hát úgy csinálnak, mintha az a bringa nem is tudom mi lenne. Mintha mumus lenne a bringa, pedig nem a mumus a bringa. Úgyhogy jövök vissza a szupermarkettől. Én.
ide kiteszem a feladatokat. 360, átugrani valamit, és venni egy Milka csokit. Háromhatva megvan. Most átszökjük. Ez is megvolt. Egy ilyen in and out challenge lesz. Most megyünk, veszünk csokit. És megyünk ki az üzletből. Igazából itt nincs annyit, amit csinálni. Csokolom. Hopp. Itt lehet bármit, így látom. Nem ez az. Itt vannak a csokik. Milyen csokit vegyünk? Legyen ez. Napot. Hát ez ennyi volt. Ennyi volt, gyerekek, már nagyon unalmas, nagyon kicsikék, nagyon vékonyak itt a helyek, úgyhogy hogy ennyi volt. Nézzétek. Mondja. A gyerekek, ez mi? Ez mi, gyerekek, hát ez ilyen nincs is. Gyerekek, ez egy ilyen rövid kis szösszenet volt. Igazából mi láttatok, senki nem szólt semmit. De tényleg én még ilyen üzletben nem voltam, amikor mentem be, a biztonsági őr látta, hogy bemegyek, és nem szólt. Úgyhogy szerintem
ettől fogva nem is nagyon akartam maradni, mert arra esély nem lett volna, hogy kergessenek. Szerintem még meg se szólítottak volna, hogy lehet, hogy reggelig bringázhattam volna benn, mikor kijöttem az elárusító nők is kacagtak, hogy ne ez bánod bringál semmi. Úgyhogy hát ez nem teljesen a tervnek megfelelően alakult a dolog. Amúgy meg ez az üzlet nagyon kicsi volt, mi láthatunk, nagyon szűkök voltak a folyósok. Nem akartam levárni semmit, de igazából nem voltam mit csinálni. Nem volt játékrészleg, hogy valami játékon átugorjak. Láttátok, azon a szaron tudtam átugrani egyedül, de azon kívül nem volt semmi más. Tegnap, elmondom azért, tegnap este voltam már itt, és megnéztem, hogy mit tudnék csinálni. Hát voltak ilyen kis játékautók, meg valami, de most megint, hogy egy ekkora autón átugrok, meg izé, az nem annyira vicces. Úgyhogy azt mondom, hogy tényleg valami nagyobba kell bemennem. Úgyhogy, ha szeretnétek még Supermarket Challenge-et, azt jelezzétek nekem lájkokkal, illetve kommentbe, írjátok le, hogy hova menjek. De most nem fogok persze udvarhelyre éppen felvenni, vagy nem fogok 200-300 km utazni egy szupermarketért. De azért itt még Brassó, Kézdi, még talán Csíkszereda, hogyha vannak jó szupermarketek, akkor létsz, írjátok már ide le. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett. Ha tetszett, tudod, hogy nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolod be a kis csengőt, kis hangot, hogy nem marad le semmifele feltöltésről. Mai napi komment az megy ide. Sapkák továbbra is elérhetőek. Itt a Facebookon, vagy itt az Instagramon, ír rám és megbeszéljük. Valamint kövess be ott is, mert kerülnek fel oda is olyan tartalmak, amiket ide a YouTube-ra nem teszek fel. Én Orbán Gabi voltam. Peace!